Tudta, hogy... Tisztelt Virágné, kedves Erika! A kíváncsiságtól tudjuk már lyuk van az oldaladon, de aki kíváncsi, gyorsan öregszik, ilyen is van a papíron. Azt hitted váltik, hogy nem sikerül, átlátsz a tervünkön, kicsit elbizakodtál, pedig tudod, hogy nem könnyű túljárni az eszünkön. Volt egyszer, hol nem volt egy próba, mikor rá sokat vártunk, autóval, de biciklisként jöttél, mi meg jól átfáztunk. Biztos még a bálról a zene és a nóta járt az eszedbe, odafigyelni az útra azért esett olyan nehezedre. Mert ha megszólal a zene és füledbe csendül a nóta, akkor elemedben vagy, ezért is lett a becenevet dalos pacsirta. Ha egyedül vagy otthon, stúdióval alakítod a kéglit, kattan a magnó, dolgozik a mixer és énekel a Bangó Margit. Bálban lakodalomban, ha a zenészek előtt pénztárcát kinyitsz, a gyomorgörcs és a fráz kerülgeti a Virág Tibit. Mit neked egy holmi ünnepélyes szoborkoszorúzás, jobban tetszik az autópályán McDonald's. Pedig ott nincs se cigányzene, se magyar nóta, de ha többször ott maradsz, fent felcsendülhet még a banda indulója. Akármerre megyünk és ünnepel valamit a banda, a nótás kazettáid, CD-jeid soha nincsenek elhagyva. Megesik azért néha, hogy egy-két ruhadarab vagy egyéb hiányzik, de aki szóvá teszi, az a társaságból nem soknak hibázik. Ha kocsit vezetsz, te akarsz lenni az első, a gyors, és ha a biciklis nem siet, hát vigyázzon rá a sor. Nóta nem igen létezik, amit te ne ismernél, tehát nem hiába legyeskedsz úton útfélen a zenészeknél. Szervül nem értesz, de ez nem akadálya annak, hogy szövegét ne tud egy néhány dalnak. Minden nap telefon közelben könnyű megoldani, mindenkinek a születésnapján dallal gratulálni. Csengjen a hangod fülükben továbbra is, minden nagy és csíkszárbálon, és ha vezetsz, ott járjon az eszed, ne pedig a nótákon. Születésnapodra szívből gratulálunk, jó egészséget, sok szerencsét, boldogságot, és szófogadó kis virágot kívánok. Tumi, neked jössz! Isten értessék! Nézd, hogy hol vannak a kocsik?